Az ECHO-val nagyon régóta van kapcsolatunk, ezt azért intézményesítettük 2 évvel ezelőtt, akkor egy stratégiai megállapodást kötöttünk, és már annak részeként azért körvonalazódott ez a dolog, ami most a külső tanszékkel megalakult. Mit jelent az? Részt veszünk közösen együtt a programok kialakításában, tehát itt elsősorban a szociális munka szakhoz kapcsolódik az ECHO-nak és a főiskolának az együttműködése. Amikor tehát új programokat tervezünk, akkor az életből hozzuk, és megpróbáljuk megnézni, mire van szükség a munkaerőpiacnak, hiszen ténylegesen a felsőoktatásban az egyik legfontosabb dolog, hogy a kimenet alapú képzés történjen meg, tehát tényleg arra képezzünk hallgatókat, vagy leendő szakembereket, akikre szüksége van a munkahelyeknek. Szóval ez már régóta indult, és most intézményesítettük ezt a dolgot, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen tényleg formalizáltá is tette ezt a kapcsolatot, vagy az eddigi kapcsolatot hozzá a formát is megadta, és én úgy gondolom, hogy egy magasabb szintre tud lépni az együttműködésünk. Ezt 2 dologgal is tudom igazolni. Az egyik, hogy ennek apropójaként megindítottuk a duális képzést most szeptemberben, ami országosan egyedülálló, hiszen a duális képzés van műszaki képzéseknél, gazdasági képzéseknél, informatika, tehát nem a társadalomtudományok irányában, és szerencsére lehetővé vált az, hogy a szociális munkaszakon is meginduljon ez, és én legjobb tudomásom szerint nincsen máshol az országban, ahol ezt sikerült megindítani, mert azért nem annyira egyszerű, hogy azért a duális képzés az tényleg a gazdasághoz lett kitalálva. Szóval elindult ez a duális képzés, és tovább akarunk lépni a gyakorlatorientált képzés irányában a kooperatív képzéssel.